darling, can you feel it now? Nos, üdvözlök mindenkit a Légióban! A mai adásunkban a downhill bringázás, azaz a DH-zás világába tricikliztetlek el titeket. Nézzük meg, hogy mik az alapelemei, miről szól, mitől jó ez a sport valójában, és hogy nem fogsz megdögleni benne. Maga a DH-zás öreg, mint az országút, márha mai Magyarországot vizsgáljuk. Az első hivatalos versenyt 1976-ban tartották, szánalmas kivitelezésű biciklikkel, de a sportág azóta rengeteget fejlődött, és már-már motocross minőségű mechanikákkal megtámogatott Montikkal mennek a hegynek. De mi a lényege? Nos, a videó ötlete először a budapesti Down More rendezvény kapcsán merült fel bennem, és az egész hullalaza volt. Versenysorozat, amiben két kategóriában freestyle BMX és downhill bicózásban mérik össze a tudásukat a multinacionális menő emberek. És meglepő módon nem egy céltalan baromkodásról volt itt szó. Kőkemény pontozás és időmérés zajlott, menetről menetre faragták fel vagy le a pontszámokat a riderek. Az egész egy teljesen hiteles és izgalmas tehetségfutató volt, és innen látni, hogy a DH egy komoly extrém sport. Persze, annak, hogy egy bevásárlóközponton keresztül nyargalnak lefele, semmilyen praktikus haszna nem volt. Ezt csak azért csinálják így, mert megtehetik, és ez az extrém sport alaptörvénye. De mellette a résztvevők nem őrült gyerekek, hanem tisztes és professzionális sportolók. Nagyon adtam az egészet, ezért muszáj volt nekem is kipróbálnom. Napot kívánok, hölgyeim és uraim, itt vagyunk Palotai Gábor, többszörös világbajnok DH-s bringással. Tudom, hogy ez nem teljesen igaz, hazudjunk az embereknek. És itt vagyunk fönt a Desszert című pályán, és megkíséreljük kipróbálni a DH-zást a lehető legrosszabb körülmények között. Amim nekem van, az egy bukósisak, ami túl kicsi rám, egy nyári gumi, ami nem tapad a hóra, és hó. Na, ezt eredményezi a nyári gumi. Ha megnézitek, ilyen szép, sima, szexi, tökéletes egy száraz nyári napon krúzolgatni a Városligetben. Próbáld csak a hátsó féget jobban húzni. Igen. Tehát az elsőt az ne blokkoljon soha az első kereket. Abszolút egyetértek. Ülj rá, tedd fel a pedál a lábad, és csak hátsó fék. Jó! Oh! Ennyi! Fuck yeah! Láttad, hogy mögé ültem a széknek? Ja. Elmondom, hogy az azért van, mert ennek a bringának nem egyszerűen kikapcsolod és lejjebb tolod az ülést, hanem imbuszkulcs kell hozzá, amit nem hoztam. Ezen a letörésen, amennyiben fölötte lettem volna, áttolja a segjukamat a homlokomon keresztül a szék. Úgyhogy ezt így kéne csinálnom megint, nem? Igen. Jó. Ja, annak idején én is egy keveset DH-ztam, úgyhogy van egy nagyon alap tudásom. Emiatt egy ideig ment is a dolog, de aztán... Hop! Jó vagy? Ettől féltem. Ez a szakemberek úgy hívják, hogy Superman. Leszállva a nyerekből, kitold magad elé a bringát, és szállsz. Jól mondom, Superman? Igen. Jól mondom. Ezt akkor érdemes csinálni, ha a levegőben vagy. Én a szegcsontommal tartottam meg magamat a bringát.
nem érdemes. Fáj, menjünk tovább. Tudjátok, amint kiderült, a DH leglényegesebb eleme nem a bátorság, hanem a technika. Nem hiába csücsörésznek a profik közel 3 millás verdákon, míg egy kezdőnek nincs feltétlenül szüksége a személyre szabott beállításokra és hibátlan minőségű alkatrészekre, azért egy kicsit mégis de. Bármilyen egyszerű a lejtő, egy rosszul megválasztott vagy beállított eszköztára garantált a pofára esés. Úgyhogy kimentünk normális bringákkal is. Szóval a múltkori esésemmel bezúztam a borda közé izmaimat, ezért azt mondta az orvos, hogy mindenképp feküdjek, pihenjek, nem menjek ki terepre legalább egy hónapig. Úgyhogy egy héttel később itt vagyunk, újra egy másik pályát próbálunk ki, hó nincs, sár van, nézzük meg, hogy mire képesek a srácok. A tragédiája az, hogy a pályák itt igen rövidek, tehát körülbelül egy ilyen 15 másodpercig tart egy menet, és tolni kell föl 10 percig, tehát 2 óra alatt körülbelül 4 órát megy le a pályán az ember. Nyilvánvalóan a terep kialakítása miatt is van ez, illetve mert a libegőt nem lehet bringa szállításra használni. Hogy miért? Azt senki nem tudja, mert egy sílift, és hát külföldön mindenhol felengedik a bringákat a síliftre. Ja, a DH-sok élete elég nehéz itthon. A szövetségük úgy, ahogy támogatja a versenyzésüket, de gyakorolni is külföldre kell menni, és az se a szponzor, se az anyjuk nem fizeti. Az itthoni pályák rövidek, a libegő egy szarházi, minden szörnyű, drága és nehéz, de összefoglalván az élmény mégis remek. A természet szép, a közösség, ahogy megtapasztaltam, haláljófej, maga a sport pedig őrült szórakoztató. Nem mindegy mind, de mindegy hol, csak zúzni át az erdőn, akár egy pillanatig is lélegzetelállító. Értitek?